értesültél, hogy voltam a napokban arról, hogy nektek itt ilyen lenyomatotok lett a stadionban, igen, ezt a pillanatot fel tudod idézni? Nehezen. Csak a könnyeimmel tudtam küzdködni. Nagyon sokáig tartott, mire az egészet felfogtam. Az egész úgy volt, hogy pont egy babazsúron voltam, a kisfiam születésnapra volt hivatalos, és folyamatosan jöttek az üzenetek, a csapat, a szurkolótársaim üzentek, hogy nézzem meg a videót, mert rólam szól. Hát megnéztem, nem akartam elhinni. Az Egyesült Államokban készült a fotó Miami Beach-en. A kisfiam kint született az Egyesült Államokban, és mi is elég sokat vagyunk kint. Emiatt igen, kettős életet élünk, ott is élünk, meg itt is élünk, és ez pont akkor készült, amikor az Erkélyen kint álltunk, és napoztunk. De miért volt rajtatok akkor ez a... A vasas mindig rajtunk van, ez éjjel-nappal. Büszkék voltunk rá, ott Miami-ban is. Ugye ezek szerint akkor ez nem akadály, hogy a kisfiad a világ másik felén született, de... Nem. A vasas. Neked hogy lettél vasas? Hogy lettem vasas szurkoló? Mint a mesékben, nagypapám hozott ki 5 éves koromban, és egyből megfertőzött ez a vasas szerepe. Ez a kép a Vasasnak a ez a Facebook szurkolói csoportjába bekerült. Csináltunk egy közvéleménykutatást, még vagy 2 évvel ezelőtt. Itt 7-8 kérdésre kellett válaszolniuk a Vasas szurkolóknak. Több mint 400 kérdés jött vissza, és ezt mind feldolgoztuk. És akkor ebből az jön ki, hogy a ilyen túlnyomó többségben úgy lesz valaki vasas szurkoló, hogy az édesapja, a nagyapja, tehát a felmenőjük kézen fogják a csemetéjüket és elhozzák. Ebben a képben azt gondolom, hogy minden benne van arról, amiről itt beszélünk, és valami olyan tökéletes elegyet alkot, ez hogy a kisrácnak a pólója piros, neki a íze, tehát hogy pont van egy ilyen ellentét. Azt is nagyon szerettük, hogy háttal van az egész, tehát hogy nem kell feltétlen arcot adni, és akkor úgy gondoltuk, hogy legyen ez a vizuális lenyomata ennek az apáról fiúja. Igen, ez viszont az a pont, ami a teljes sétányról mindig látható. Tehát, hogy mintha benne állna középen ez a történet. Látja otthon a vasas erenkéket, látja, hogy a tévében vasas meccset nézek, a vasasról beszélek, ő is elkezdett érdeklődni, és most már az óvodában mindenkinek azt mondja, hogy a vasas szurkoló, büszke rá, hogy vasas szurkoló.